Sziasztok, itt vagyok, Kőbánya felsőn, és mai téma egyébként az S76-os járat lesz, ugye a körvasúti személyszállításra. Megyek egy kört majd Ákostól, Újpalotáig. Ugye most nem megyek el a földig, mert az már nem annyira lényeges, az Újpalotai megállót fogom megnézni üzemközben. Viszont itt vagyok most Kőbánya felsőn, jelenleg innen megyek Ákosra, és ami érdekes, hogy felkerült egy digitális kijelző. Nem működik még, de már felkerült. Tehát valószínűleg az élő hangos is megvan még, de úgy tudom, hogy gépi hangosra le fogják cserélni. Ugye korábban, ez is a tavalyi évben épült ki ez a rendes viakoros peron, mert egyébként nem volt itt csak valami a hagyományos múlvával feltöltött. És hát egy pár perc is fog jönni a vonat. Na, és akkor megérkeztem Rákosra, innen fog majd indulni a körvasúti személyzet, meg hát valószínűleg majd beérkezik onnan, és akkor egy pár perc múlva vissza fog indulni. De hogy melyik vágányú indul, azt még nem lehet tudni. Majd mindjárt megnézem a menetrendet. És akkor ezt nézzétek, most jött be ez a hosszú tehervonat. Egy... Köszönöm, a személyvonat érkezik Pécsre, a Pécs-Hörösvár adja a körtelő az ötödik vágányra. A vonat visszaindul 9 óra 33 perckor. Ötödik vágány mellett kérem, vigyázzanak. Na, és megérkezik az S76-osunk is. S76-os személyvonat érkezik. Pirisvörösvár adja a körtelő az ötödik vágányra. Ötödik vágány mellett kérem, vigyázzanak. És szerintem ezek akkor ezért a kocsik az evek óta bejöttek, tehát majd lesz valamikor délután kiszolgálás. Az elején lévő két tartálykocsi pedig az égi szél, amelyet majd kijön a saját mozdonyuk. De sajnos most nincs időm, hogy mindezt megvárjam, de tehát itt jár körbe az ÖBB és dízel, és szerintem odáll az elejére, és majd betolják az első vágányig, és valamikor majd mai nap folyamán kimegy a Tárna utcáig az evek óta lepre. És egyébként úgy álltam, hogy ráadásul jön be még egy vonat, tehát itt azért az átszállás még biztosított. Tehát ilyen szempontból ez az első próba a személyszállításon még jól jön ki, hogy van mihez csatlakozni. Tehát most azt hiszem egy sűrűsápi vonat fog bejönni, tehát legalább arra fele van csatlakozás. De megérkezett még egy felől, és ez meg valószínűleg Gödöllő felől. Tehát keleti fele is van csatlakozás. És akkor a már üzemelő Újpalota megállóhelyet megnézhetjük. Megépült közben az esőbeálló is, épült egy pad is. És egyébként most rajtam kívül ketten szálltak le. Az egyik utas épp most ott mászik, meg mögöttem is van egy, aki az elején volt a vonatnak. Viszont legalább 6 embert láttam felszállni. Tehát, hogyha nem is nagy utas forgalom, de van. Bizonyos felüljáró, ami miatt voltak itt problémák, hogy
hogy fog majd a megállónál átmenni, mert ugye kiszigetelt szakasz van alatta, viszont az csak néhány méter, tehát látszik, hogy itt a megálló az már a felüljáron túl van. Itt ez a részén nem okoz gondot, a másik irányban a megállás, viszont ugye a másik peron ott van. De itt azért van annyi hely, tehát itt hogyha felgyorsít, akkor lendületben át tud menni, és valószínűleg ez már tegnap is kiderült, mert nem voltak fennakadások. Hát, nem tudom, ja, közben valószínűleg tegnap felavatták a megállót, azért van itt ez a sok nőzévidág. És hát kb. 10 perc és fog jönni a másik irányból is a vonat, és én úgy tudom, hogy itt nincsen gépi hangos, legalábbis amikor kiépítéskor biztosan nem volt, hanem bekötötték Rákosszent Mihályra, vagy az ottani forgalmista mondja be a vonatokat, az országban azóta ezen változott, és egyébként ide terveztek még a gyalogos átjárón egy fénysorompót, de az gyermére nem adott. Aztán reméltek az a későbbiekben meg fog épülni. Itt viszont egy teljesen új átkelő épült, ami viszont nagyon jó, mert itt régebben csak egy sima földút van, mert azért a biciklivel itt nagyon nehéz volt jönni. Viszont most épült egy külön biciklis felvezető, ugye labirint korlátokkal mindennel együtt, és rendesen ki van térkövezve, és az átjárót is megcsinálták. És itt a másik oldali peron is, itt megvan a felvezető is, és hát innen van legalább egy olyan 60-70 méter, biztos van a felüljáron kiszigetelt szakaszig, és azon tehát addig fel tud annyira gyorsulni, hogy át tud rajta menni rendületből. Tehát valószínűleg ezzel nem volt már probléma. Hát a felüljárót meg én úgy hallottam, most a legfrissebb információk az, hogy le fogják bontani, mert teljesen elavult már a szerkezet, és aluljáró lesz helyette. Hát még ez lenne a legjobb megoldás szerintem is. Ugye ezt addig halogatták ezt a felújítást, hogy már szinte meg se érné, mert gyakorlatilag teljesen széteső félbe van. Ugye a buszokat még fölengedik, azt lehetett látni, hogy a buszok azok a felüljáról mennek, viszont más forgalom nem mehet. Csak a buszokat engedik egyenlőre föl. És majd innen busszal fogok majd visszamenni a Bosnyák térig, majd meg onnan az őrség, és majd azt is megmutatom, hogy lehet itt átszállni a hetes buszokra. Ugye a varrágyaloglás viszont annyira szerintem nem veszélyes. Jó, még jó pár száz méter, de semminél jobb, és egyébként azért is jó az a megállóhely, meg azért is fognak szerintem egyre jobban az utasok is rászokni, mert ez erről a környékről pont így átlós irányba nem nagyon van járat, tehát igazából innen Újpalotától Újpestre eljutni is csak sok átszállással lehet, vagy pedig ilyen nagyon lassú buszjáratokkal, ahogy a másik irányba ott a Rákos környékére, meg ott a Rákos borzasztókra is, meg és van egy 46-os busz, amelyik nagyon lassú, meg hosszú menetidővel megy, és így össze-vissza kavarog. Ahhoz képest így akkor 5-6 perc alatt innen elérhető Rákos vasútállomás, még ha csak addig megy is, az nagyon sokat jelent, mert akár Rákosig is innen eljutni, csak sok átszállással lehet. Tehát el kell menni busszal a Bosnyák térig, ott át kell szállni a villamosra, és még az éles saroknál is át kell szállni egy buszra ahhoz, hogy Rákosig eljuss. És ehhez képest azt, hogy így 5-6 perc alatt átér, az bőven jó. Nyilván van ebben még több lehetőség is, amit ki lehet használni. Egyrészt a körvasúton is ugye több új megálló helyet, és lehet épülni, hogy Rákosszent Mihályon is tebben van egy új megállóépítés, meg a Kerepesi útnál is, ugye ott a Gödöllői hívra is át lehet szállni majd, hogyha az megépül, meg ugye ott az Erzsébet királyné útja környékén, és ott a 69-es villamos megy arra is. Itt, ott át lehetne szállni, meg hogyha Rákosnál tovább menne, bármelyik a 120-as vonalon, vagy a 80-as vonalon is tovább lehetne küldeni. Ugye Pécel fele például, vagy még Maglót fele a 120-án, vagy még az se elvetendő dolog, hogy Kelenföldig is mehet, és jön egy vonat. Az viszont nem önmenetrend szerinti lesz, mert az a másik irányból fog jönni. Kb. 9 óra 50-kor kéne jönnie. Békésebb a felirattal jött a föld. Biztos nem békésebb a felől jött, de a feliraton az volt, hogy békésebb. És ha jól láttam, akkor nem engedte le a szedőjét a kiszigetelt szakasz alatt, bár mondjuk nem is biztos, hogy feltétlenül le kell elég, hogyha csak a fő megszakítót kikapcsolja, azt hiszem, vagy hát nem tudom, ehhez én most már tényleg nem érzek, úgyhogy inkább nem mondok semmit. Vagy csak azt, hogy mit láttam. És hát mondom, hogy megvárom még az ellenvonatot, és már csak utána megyek vissza.
csak valahogy a mellékel tábla mutatja. Másik irányból is voltak leszállók, tehát tudtak ott az utasokat. Ők mind a vonatról szálltak le. Hát jó, nyilván azt el kell ismerni, hogy azért egy földkapacitásához képest nem voltak sokan, de hát nyilván ez nem is a csak a körvasúti kiszolgálásra való, hanem ez a vonat Pilissebádról jött, tehát valószínűleg Pilissebától Angyalföldig azért több utas volt. Tehát most az amennyiben többbe kerül az, hogy eljön Angyalföldtől még Rákosig, azt még az a pár utas is bőven fedezi, akik rajta voltak a vonaton. És akkor megmutatom az átszállási kapcsolatot. Hát igen, az valóban nem túl jó, tehát ezt majd a későbbiekben nyilván amennyire lehetséges, ezt meg kell oldani, de hát nyilván, hogyha a felüljárót elbontják, és esetleg is aluljáró lesz a helyén, akkor még a buszmagárót közelebb lehet helyezni. Jelenleg ugye nem lehet közelebb tenni, mert ugye felüljáró nem állhat meg. Látjátok, hogy jó, tehát ez akkor a felüljárón, ha minden igaz, akkor csak buszok mehetnek. Bár még ott látok két személyautót is rajta, de tudom, hogy ahogy van, de jutott, hogy le van zárva a felüljáró, és csak a buszokat engedik rá. És ugye itt van a másik lejárat. És valahol itt kéne lenni. Bár igazából nem látok ilyen villanymozdonyáj, vagy áramszedőt lejelzése, tehát még abban sem vagyok biztos, hogy ezt itt ki kellett szigetelni, ezt a szakaszt a híd alatt, mert mondom, hogy ilyen jelzést nem láttam, tehát nincsen se főmegszakítót, ki se áramszedőt lejelzés. És hát igen, kikerült a tájékoztató tábla ide is. És akkor igen, ezt most így megmutatom, hogy akkor így kell átszállni a buszra, hogy itt végig kell sétálni itt a felüljáró mellett, és ott van a Molnár Viktor utcai buszmegálló. Hát ez valóban azért elég hosszú rágyaloglás, bár tábor ez csak a pestieknek szokatlan szerintem, tehát most azért vidéken, ahol nincsen 200-300 méterenként buszmegálló, ennek a tízszeresét is simán legyalogolják egy, hát nem mondom, hogy átszálláshoz, de utazáshoz is. Tehát mire mondjuk a falu közepéből elsétálsz a buszmegállóig, az akár tízszer ennyi is lehet. Vagy a vasútállomásig akár. Pláne ott, ahol a falu szélén van a megálló. Ugye hány olyan település van, ahol se buszra, se vonatra nem tudsz úgy szállni, hogy nem gyalogolsz ki mondjuk a főútig, mondjuk egy-két kilométert legalább mondjuk egy bekötő útig. És hát mégis át tudnak szállni. De hát mondjuk az tény, hogy azért a rágyalogás az sok, viszont hogyha itt tényleg aluljáró lenne a felüljáró helyett, akkor ugye az aluljárónak a bejárata előttem sokat, tehát itt lehetne közelebb hozni a buszmegállót. Tehát valamennyivel, tehát néhány száz méterre közelebb hozzák, ma az is eredmény. Viszont azért azt megjegyzem, hogy a leendő Népligeti megállóhelynél sokkal nagyobb rágyalogás lesz majd a metróra. Főleg, hogy nem csináltak a másik irányba kijáratot. Eleve a villamos átszálláshoz is azért van rágyalogás, mert és ezt most a felújításnál se csinálták meg, hogy legalább a villamos megálló felől lenne egy kijárat, mert mondjuk oda mondjuk lehetett volna egy liftet is tenni, és akkor ott az lett volna a liftes kijárat. Ha már kispórolták a liftet, mert oda például lehetett volna tenni, csak oda meg kellett volna a peront hosszabbítani valameddig, meg ugye semmi miatt ugye az alagutat is szélesíteni, hogy a peron meghosszabbítása elfér, és gondolom az már nem fért bele a költségvetésbe. Tehát ott a Népligeti leendő vasúti megállón én el tudnék képzelni egy mozgójárdát is, amivel a rágyalogást lehet csökkenteni. Szerintem itt nem lenne még sok értelme, de ott, ahol sokkal hosszabb a rágyalogás, igen. És egyébként a Rákosszentmihályi megálló is értetett, hogy azért miért nem épült meg, mert ott peronnak volt helye, és a Pálya utcai buszmegálló még jóval kevesebbet kell gyalogolni, kb. Fele ennyit, mint itt a buszhoz. Ja, látjátok, ott állt meg a busz, tehát az átszállási kapcsolat az olyan, hogy addig kell elsétálni. És ha az Újpalota fele mész, akkor is a szembe oldali buszmegálló is ugyanott van. Igen, és ez pedig a lezárt felüljáró, ugye változó irányú forgalom, és ha minden igaz, akkor csak a buszok mehetnek rajta. Ugye most is jön két busz. Egy 7-e meg egy 8-e. De egy irányba egyszerre csak egy mehet. És akkor igen, ennyi volt a átszállási kapcsolat, hogyha mindjárt buszmegállóba érek, jön egy busz, azzal meg irány tovább. Hát így lehet átszállni a vasúrtól a buszra, mindkét irányba, az új megállónál. Én szerintem ez egy ilyen nulladik ütemnek tökéletes, de ezt még fejleszteni kell nyilván, tehát nem ez alapján kell majd
következtetéseket levonni, hogy megéri-e, hogy nem éri meg a körvasúti személyszállítás, mert egyébként megéri, csak még szerintem így is, még így sem halott ötlet, de ezt lehetne fejleszteni, még rengeteg potenciál van benne, amivel simán egy ilyen szóló flörtöt legalább fél évig lehetne tölteni, csak olyan utasokkal, akik itt a körvasúton belül utaznak. De ehhez mondom, hogy kellene az új megálló, meg azért ide még rengeteg fejlesztés kell, hogy ez megvalósuljon. De jelen állapotában is működőképes a rendszer. Itt van ez a busz, erre felszak, és megyek tovább, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!